Ákos lesz a kommentátor. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánunk! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves nézőink! Februárban egy óriási téttel bíró mérkőzés következik a női KNTH-liga kézilabda bajnokságban. A Ferencváros a Siófok csapatát, a ezüstérem, a második hely és a PL hely nagy követelőjét fogadja hazai pályán, és bár egyértelműen nem fog még ma eldőlni ebből az értelemben semmi. A második helyet, az ezüstérmet illetően, pláne nem a több tényezős BL szereplést illetően a következő szezonra, de mindkét csapat nagy lépést tehet a céljainak elérése felé. Az imént Sacl Nadit, mint az elmúlt év játékosát köszöntötték, de nem feledkeztek meg a ferencvárosiak az év legjobb kapusáról, Bíró Blankáról, és a vendégeknél játszó volt ferencvárosi év védőjátékosáról, Tomori Zsuzsannáról sem a köszöntésnél. Íme a hazai csapat összeállítása, ahová a pénteki Dunajváros elleni idegenbeli mérkőzéshez képest visszatért Hornyák Dóra, valamint debreceni Klivinyi King a betegsége után. Kérdés azért, hogy ők még majd mennyire lesznek bevethetők és maradéktalanul egészségesek. Mindenesetre Elek Gábor az, aki gyakorlatilag minden játékosára számíthat ezen a mérkőzésen. Míg a túloldalon, ahogy ezt hallhattuk, Borodvár Mohannek ez nem jut ez a luxus, hiszen a sztárkapus, a Győrbe távozó Solberg hosszú elhúzódó betegsége miatt továbbra is hiányzik, és hát az állandó sérültek Szolász, valamint Mazák Német Csilla sem állhat a Siófok rendelkezésére, úgyhogy nem is írták tele a vendégek a jegyzőkönyvet, de hát hozzászokhattak már a gondokhoz, és ennek ellenére remekeltek az elmúlt hetekben, hónapokban a narancssárga feketék, hiszen valóban november közepén szenvedtek Tomori Zsuzsannáik utoljára vereséget, de az egy örömteli vereség volt, hiszen sikerült vele tovább jutni az EHF Kupa selejtezőjében. Igazán fájó vereséget utoljára október 5-én Érden szenvedett el a Siófok csapata, a horvát Marton 2-s fújja a sípot majd ezen a rangadón. Szóval 4,5 hónapja gyakorlatilag nem voltak képesek, vagy kénytelenek a siófokiak lenyelni a kellemetlen békát. És hát, ha ehhez hozzáveszünk, hogy tavaly tavasszal is nyerni tudtak itt a Népligetben, megszakítva a Fradi Győrt leszámítva magyar csapatok elleni kiváló több éves hazai sorozatát, akkor azért látszik, hogy milyen borzasztó nehéz feladat előtt áll most Elek Gábor együttese, amely, ha megnyerné ezt a mérkőzést, akkor annyi esélyt adna magának a második helyre, hogy beleférne Bíró Blankáik számára esetleg egy győri vereség a két csapat hátralévő programjának, ugyanis ez a nagy különbsége. Nagyjából ugyanezekkel az ellenfelekkel találkoznak még, de a Fradinak még van egy győri kirándulása, míg a Siófok, a Bajnokok Ligája címvédő már oda-vissza túl van. Hazai pályán ráadásul hatalmas, 5 gólos győzelmet aratva a győr együttese ellen. A találkozót egy gyászszünet vezeti fel, a Fradi hűséges törzsszurkolója Csömöri László súlyos betegség után január 29-én hunyt el, ráemlékezünk. FTC Rail Cargo Hungária Siófok SKC rangadó tehát a női kézilabda KNTH-ligában. Narancsmezében a vendég együttes Jezsicsel, Nionblával, Kobeticsel, Tomorival, Bőmével és Osztennel. A kezdősorban a ferencvárosiak zöld mezben, középütt a Snelder Szekeres hármas védő párossal, Kovacsics, Háfra, Lukács, Sacl és a kapuban Bíró Blanka, így állnak föl a startnál. Nionbla teszi tovább a labdát, aki az őszi szeptemberi hazai mérkőzése 7 góljával csapata egyik legjobbja volt. Ő lőtte a 31-31-es egyenlítést jelentő gólt.
háromnegyed pályáról. 80 másodperccel a találkozó vége előtt. Elképesztő fordulatos mérkőzés volt az Siófokon. Az első fél időben a házigazda vezetett 4-5 góllal is. A másodikban a Ferencváros húzott el 6-tal, mégis döntetlen lett a vége. Pedig a Siófoknál a két piros lap is borzolta a kedélyeket. Tomori már a 7. percben kényszerűségből kiállt. Most meg Tomori gólpasszával Osten szerzi a találkozó első gólját. Vezet 1-0 arányban a Siófok. Az előző két Siófok elleni mérkőzése, Háfra Noémi volt a Fradi legeredményesebb, 11 gólt lőtt a két meccsen, áprilisban, illetve szeptemberben összesen a Siófok kapujába. Most is ő kezdi a gólgyártást, úgyhogy a két balátlövőn nagyon-nagyon sok múlhat, mert Kopetics meg ezeknek a meccseknek az igazi mestere. 20 góllal terhelte meg az utolsó két alkalommal a Ferencváros kapuját a veterán kézilabdát a szezon végén befejező horvát klasszis. Nyomla. Jezsics hiába mutatta magát. Kénytelen felállni. Újra szervezni a játékát az FTC. FTC ellen a Siófok. Kobetics. Nyomla húzza le. Osten. Ez most elakad Bíró Blankában. Bíró Blanka teljesítménye nagyon fontos lehet ezen a mérkőzésen. Snelder készíti lendületből Kovacsics és Sac lő a kapuba, de nem adják meg a játékvezetők. A vonalon volt. A bíró azért a közelmúltban nem remekelt. A Ferencváros kapujában volt olyan BL mérkőzés, amelyen meg is sérült már az elején, így Szikorának szinte muszáj volt végigvédeni a találkozót. Múlt héten a DKK ellen Bíró Blanka a labdával alig találkozott. Úgyhogy nagy formajavulásra lesz szüksége, és az első védés erőt adhat. Kobetics lövését viszont nem sikerül védenie. 2-1 a vendégeknek. Kovacsics. Faltal állították meg. Kovacsics Anikó napokban bejelentett információk szerint újabb 2 évre aláírt a Ferencváros együtteséhez. 2022-ig meghosszabbítva szerződését a Fradival, hogy nagyon jól érzi magát. Tomori labda szerzése fantasztikusan ugrott bele a paszba. Ütközött közben Háfrával. Ezen nagy volt a felhördülés, és Tomori Zsuzsa lenn is marad, a vállát kicsit fájlalva. Nyomla. Jezsics. Kevésbé emlékezetes, de Jezsicset is kiállították a játékvezetők, kipirosozták azon az őszi egymás elleni mérkőzésen. Háfra kapja második hullámban a labdát, nem tudta a lefordulását végigvinni a házigazda Ferencváros. Jezsics kiállítása az 52. percben történt, a hajrára tehát. Úgy jött fel nagy hátrányból a Ferencváros, és, illetve a Siófok is egyenlített a Fradi ellen, hogy már két kulcsembere, valamint az egyébként is sérülés miatt hiányzó Pena is hiányzott a csapatból. Káprázatos hangulat pedig ferencvárosi szurkolóknak is csak 150 belépőt helyeztek kereskedelmi forgalomba. Siófokról 90-en érkeztek. A bérletesek egytől egyig igényt tartottak a lehetőségre, hogy itt legyenek a mérkőzésen. Tomori ütközik Kovacsicssal. Ez a páros ütközött akkor is, amikor piros lapot kapott Tomori Zsuzsa szeptemberben. Ez most csak sárgát ér. Háfra tovább. Kluiber támadásban a Ferencváros jobb átlövő posztján. Lekerül a labda a szélre, Lukács pattintja a kapus lábai között a Fradi egyenlítő gólját. Tomori, ez megvan bírónak, Jezsics ismétlése viszont bent van. Ők szerzi első gólját, a horvát beállós is, és jó fogja egyik közönség kedvence. Ő 5 gólt lőtt
és szenzációsan játszott, amikor itt áprilisban nyert a Népligetben a Siófok. Jó formát mutatott az elmúlt meccseken is. 5 gól a Kisvárda, 4 a Győr elleni győzelem során. A norvég mester öröme. Valóban a bajnokság legjobb védekező csapata a Siófok együttese. Meccsenként alig több mint 23,5 gólt kap a csapat. Itt az első kiállítás a mérkőzésen. Jezsics vegy ki. Nincs ember előnyben a Ferencváros. Szóval a Siófok joggal alapoz kemény védekezésére és a mögötte lévő jó kapus teljesítményre, amit az elmúlt hetekben elsősorban Szikora Melinda nyújt. A Solberg sérülése betegsége óta kizárólag, az előtt meg főleg. Háfra, 7 méteres. Tomori volt belül. Rüber érkezik a hetesre. Szeptemberi meccsen 5-ből 2-t is kihagyott a Fradi, az egyik kulcsfontosságú hibának bizonyult. Ezt viszont most Rüber Katrin belövi. Így 3-3. Van az ő első gólya, és a 100. gólját ostromolja a bajnokságban. Rüber 98-nál jár ezzel a 7 méteressel. Az elmúlt 2 mérkőzésen a bajnokságban 5-öt, illetve 6-ot lőtt. A Fradi balkezese, aki a Bajnokok Ligája góllistáján is igen-igen előkelő helyen a második pozícióban áll. Ott 60 gól a neve mellett. Nyomblák. Kovacsicsnek most Drabik csinálná a helyet. Ő a beálló, meg is kapja a labdát a lengyel. Sárga lap Snydernek. Tomori. Kovacsics tessékeli ki a pályáról. Már passzívnál a siófokiak, de befér a labda Kovacsics lövése után. 116 gólt lőtt már ebben a szezonban, minden sorozatot összevetve Andrea Kovacsics. Eddig a mai mérkőzésig ezzel házi góllövő listán messze elől. És hát főleg a nagy meccseken, a szoros, éles kulcsmérkőzéseken szokta igazán megszórni maga 8-9-10, néha annál is több gólját. Blőmének mutatják fel a sárgalapot a játékvezetők. Sacl maradt lent a földön. Lábát fájlalja. Egy úgynevezett hosszú lépéssel pont alá lépett a dán szélső. Ez meglehetősen csúnya volt. Nemeth Gábor 2 percet reklamál, pedig hogy a tényleg erről a úgynevezett szabálytalan hosszú lépésről van szó, akkor a piros lap lenne a helyes. A sárgával Simone Bőme. Így 2 másodperc múlva kiegészül lett a Siófok. Sacli pedig rendben lesz. Kluiber megint. Érezte az irányt Szikora, de jó volt a lövés. Egészen kiváló hetes lövő Kluiber ebben az idényben. 46-ból már a 39-et lőtte be a bajnokságban, ez 85%-nál is jobb teljesítmény, abszolút extra. Ha hozzáveszünk, hogy a siófokiaknál a csapat mérleg 57% a szezonban, a 7 méteres vonal mögül, akkor itt azért nagy különbséget találunk. Kovacsics, ezt most elcsípi bíró. Szépen táborra szorították a siófoki átlövőt. Háfra érkezik lendületből. Jó lett volna a leosztása. Osten már elől. És egyszerűen felrobban. Itt a hangrálát a csarnokban. Kluiberg sárgát kap. Miután tiltakozott a fújás ellen. Gyakorlatilag hozzá sem ért Ostenhez. Nézzük meg még egyszer. Visszalép. Kluiberg elpróbál lépni a francia elől. Aki jól adta el.
ezt a dolgot, és így megkapta a hetest a Siófó. Nyomla. Vágja az első vendég 7 méteres. Eddig rendre lépés előnyben a Siófok csapata, de egynél nagyobb nem volt még a különbség. Máfra durrant fölé, úgyhogy most lehet. Nyomla, egy az egyben. Szekeressel került szembe. Szekeres pénteken a Dunaújváros ellen nagyon hamar begyűjtött 2 kiállítást, és vele a tengelyben egyáltalán nem működött jól a fradi védekezése. A második félidőben már jobban ment a csapatnak. Nyomla durrantja mellé a labdát. Luiber bemutatja a paszt, és kihagyja a helyzetet Szikora bravúrral. Még volt egy kis szerencséje is a siófoki kapusnak. A magasra fölvágódó labda ugyanis nem ért hozzá a mennyezethez, vagy a gerendákhoz, pedig felment abba a magasságba. Így játékban maradhatott. Bőme. Nyomla üti le, szabad dobás. Tomori. Kobetic. 6-4. A siófokiak javára ezzel, Kobetic már 3 gólos. Luiber harcolja ki a hetest. Egy az egyben Nyomlát verte meg. Hiába magyaráz a francia. Itt látjuk, hogy jogos az ítélet. Lépésima bekamált volna. Kloiber harmadszor. Egyelőre ő az, aki tartja a lépést Kobeticsel. Érdekes egyébként a Siófok góltermése. Általában nagyon jól elosztja a csapat a gólokat. A bajnokságban 6 játékosuk van 50 gól fölött. 3-an a legjobbak 67 és 71 között. Kobetics, Nyomla és Jezsics. De mégis a fradi elleni meccseken általában kell egy kiemelkedő Kobetic a jó siófoki eredményhez. Jezsics szedi össze egy gyönyörű bejátszás után, és már 7-5 a vendégek javára. Van neki is az első gólja, most kiléptek Kobeticre, már tartva a lövéseitől. Snelder volt az, aki elhagyta a 3-as posztját. Jezsics szépen használta ki a helyzetet, de gyorsan jön a válasz Háfrától. A legnagyobb skalpot és úgy gyűjtötte be a Siófok a Győr elleni siker során egy jó 3-4 héttel ezelőtt. Snelder a Ferencváros első kiállításának birtokosa, hogy 5-tel lőttek, 4 vagy 5 volt a siófokiak közül azon a mérkőzésen, egész pontosan 4-en 5-öt, egy 5. játékos Jezsics pedig 4-et. Így szépen elosztottak. Lukács lép föl egész magasan Kobeticsre. Jezsics. Egy elnézős passz Kobeticsnek a kapus lábai között is belövi. Egyszerűen megállíthatatlan egyelőre Andrea Kobetics. Volt bajnokok ligája gól királynő. 5 lövés, 4 gól, mind akcióból. Ember hátrányban üres kapuval támad a Fradi is. Pásztor Noémi bent
ha kiállított Snelder helyett. Háfra! Egy az egyben. Remekül. Ježiccsel szemben. Háfra nagyon jó ütemben kezdi termelni a gólokat. Háromnál tart 14 perc alatt. Nyomlá. Osten. Tomori lendületből bevágja ő is. Védekezésben egyelőre nem találja a megoldást Elek Gábor együttese. Egyébként is az egész szezonban a védekezéssel van a Fradinak a legnagyobb visszavisszatérő problémája. A Bajnokok Ligája 12 középdöntős csapatából lesz a Ferencváros kapta a legtöbb gólt, 210-et a hét mérkőzésen. Ez 30-as átlag. És a bajnokságban is jóval többet kaptak átlagban, mint a Siófok, 25 fölött a Ferencvárosiak. Kovacsics. Negyed órán túl vagyunk, eddig mindig a Siófok vezetett, most éppen kettővel. Háfra. Passzívig megy a játék. Sacu! Lehetetlen szögből! Az igen! Ezt senki nem hitt el, még a vele szemben védekező Bőme sem, hogy azt ő be fogja vinni. Ježiccs. Hogatics ejti ki. Szekeres mellett Bobetics. Most fenn a kéz. Bőme. Bobetics. Bíró. Kényszerlövés volt, nem nagyon maradt már passzuk a vendégeknek. Jó ferencvárosi védekezés megadja a lehetőséget egy bíró Blanka védésnek köszönhetően, hogy egyenlítsen a zöld-fehér csapat. Háfra. Sacl, ez sokkal kedvezőbb helyzet volt, mint az iménti. Úgy tűnik, hogy elkapja ő is a fonalat. És ha az év játékosa belelendül, akkor az, abból azért rosszul jöhet ki a Siófok. Volt Siófokon másfél évvel ezelőtt egy olyan bajnoki a két csapatnak, hogy Csacl-Nalin 11-ből 9-et lőve lett a mezőny legjobbja, és nyert is a Ferencváros. Külön kért időt. So we can't make less space for this situation over there. Stay more. A hangulatra nem lehet panasz, mind a két szurkolótábor átérezte, hogy mennyire fontos mérkőzés ez, ennek megfelelően oda is teszik magukat, de a csapatok is ebben a szellemben. Nera Pena lép a pályára a vendégeknél, január 22-e óta először, akkor a Győr elleni győzelem során sérült meg Pena, annak ellenére, hogy kevesebb időt töltött a pályán azon a rangadón, és 5 gólt szerzett. A térdével voltak problémái a közelmúltban, tavaly áprilisban itt a Ferencváros Siófok mérkőzésen ő volt a hazaiak legjobbja, 8 góljával, zömét 7 méteresből lőtte, de az akkor kevés volt ahhoz, hogy győztes csapattagja lehessen. Tomori a földön. Ő is és Pena is itt vannak a pályán most siófoki színekben a Ferencváros utolsó bajnok csapatából. Tomori oldja meg szenzációsan. Mind a leütés, felugrás után, mind pedig ez
a mozdulat csuklóból zseniális volt. Sacl a kapufára, és a kipattanó Osztené. Sőt, ugye Szikorával hárman a siófoki csapat mostani sorából, a Fradi utolsó 5 évvel ezelőtti bajnok együtteséből. Tomorit áthelyezik, balát lövő posztra, Nera megy jobbra. Nyomblá, körbehúzzák, bőmejtés, Píró! Nem mozdult el, és szépen fenntartotta a hosszú kezeit. Snelder leosztás után Szikora. Az egyik kapus bravúrjára a másik válaszol. Ez is szép védés volt Bíró Blankától. És ez is nagy bravúr a túloldalon. Szikora Melinda extra védései mellett ebben a szezonban már 5 gólt is szerzett. 3-at a bajnokságban. 2-t egyéb mérkőzéseken a nemzetközi porondon. Nyomblá mellé. Úgyhogy tényleg egészen extra, amit művel a siófoki a magyar kapusa. Kovacsics. Háfra lendül. És tovább viszi. Addig, ahol már nem lehet megállítani. 10-10, egyenlít a Ferencváros. Óriási lendülettel érkezett Háfra Noémi. És 2 védőt küldött el azzal a csellel. Jánjusevics most jobb átlövő poszton, már a 3. embert forgatják ezen a poszton. A siófokiak az egyetlen balkezes átlövőjüket. Bíró védi penalövését. Kovacsics. Őt sem lehetett most megállítani. Itt a fordulat. Ferencvárosi gól egymás után, elkezdett védeni Bíró Blanka, elkezdtek lövéseket hibázni, helyzeteket hibázni a siófokiak, és ebből le tud fordulni a Fradi. Nem is klasszikus lerohanás, leindítás gólok, de rendezetlen védelemmel szemben eredményesek a zöldek. Bíró megint! Ez egyébként nem ment volna be, de 7-est adtak a játékvezetők, úgyhogy Bírónak még akad ezzel az akcióval munkája. Az érdekes, hogy Osztén ment oda a labdáért, hogy elvégezze a 7-est, aztán inkább Nyomblát küldték a padról. A francia be is lövi. 11. Egyelőre hozza a mintát a mérkőzés. Az előző 2 találkozójukon 16-15, illetve 19-18. Rendre sok gól és egyetlen különbség volt a félidei eredmény. Mindig a Fradi járt egy góllal előrébb ezeken a meccseken. Rosszul mondom, mindig a siófok, bocsánat. A Ferencváros most viszont már egy góllal előrébb jár. És egy eladott labda siófoki oldalon. Kovacsics kap nagyot. Jánjusevics fog kimenni. A kérdés, hogy mennyi időre. Ebből videózás is lesz. Elvétette az ütemet. A szerb válogatott átlövő, aki a siófok egyik bejelentett távozója, és nagyon csúnyán érkezett. Vácon folytatja majd a pályafutását Jánjusevics. Még a videózás zajlik, Kovacsicsot ápolják. Itt az Elek Gyula arénában a videóbíró nem kiépíthető. Pálya mellé, az asztal mellé, az öltöző folyosóra kell kimenniük a játékvezetőknek videózni. Az én vaxom a te vaxod is. A
Farkas fivérek mérkőzés ellenőrei. Piros lappal büntetik Janjuševićet a játékvezetők a videó alapján. Mint az őszi meccsen, ezúttal is megfogyatkozik a Siófok. Janjuševićet talán nem annyira érzékeny veszteség, mint ott Tomori volt a 7. percben, vagy Jezsics a hajrában. Csúnyán eltalált a Kovacsicsot. Ember előny és gól előny. Ilyen jó pozícióban mostan először a Fradi. Lehet ebből két gól előny is. Rüber. Áfra. Kovacsics ejti ki. Jezsics. Létszám fölényes támadást elpackázták. Siófokiak nyilvánvalóan most egy hosszú akcióra készülnek. Elkezdte forgatni a csapatát. Torodvarmon. Benn van Hársfarvi. Benn van Suchnelli is. Szélső posztokon volt csere. És Drabik is ment a falba. Csuk. Szépen bepattintotta. Ember hátrányból egyenlít a siófoki együttes. Amikor belőtte Suk a labdát, már nem voltak meg hatan, addigra már visszacserélték a kapust. Ott egy nagy meccs az EHF kupában a románok elleni hazai mérkőzésen. Suknak, aki most labdát szerez, Kovacsics. Visszafutott vele, és le tudta ütközni. Nagy védekezés volt, a saját hibáját kellett kijavítsa Kovacsics Anikó. Óriási sprintet vágott le. Ez nagy meló volt. Bőme jön is vissza. Hársfalvi. Tomori. Óriási réstátongott ott a Fradi védelmében. Nagyon könnyen végig sétálhatott rajta Tomori Zsuzsa. Elhúzza az egész védelmet magával az erős oldalra, a beálló, és a másik oldali kettes kilométernyi távolságban. Ember hátrányában vette vissza a vezetést a Siófok, így időt kér Elek Gábor, nem csoda. Ne hagyjuk már a területet, direkt ezt kértem! Ne jöjjünk ki onnan! Nem, milyen veszély volt? Semmilyen! El kellett volna engedni a fenéből beállót. Jó? Ugye nagyon föl vannak most már. Sima hipot játszunk jobbra. Jó? 5 másodperc, egyből ráindulsz és hipot játszunk jobbra. Oké? Telik, hogyha lement, akkor gyere fújni egyet. Jó? Csináld a védekezést, semmi baj nem történt. Jó? 2-3! A védekezés miatt volt az imént nagyon pipa a Ferencváros mestere. És hát az igazság, hogy a ellenfél piros lapja, Pádár Ildikó figyeli az eseményeket, az ellenfél piros lapja nem jött jól a Fradinak, ezt a ferencvárosi ember előnyt a Siófok nyerte meg 2-0-ra eddig. 5 másodperc múlva egészülhet ki a vendég együttes. A hétvégi Bajnokok Ligája mérkőzéseken a Szeged Paris Saint-Germain találkozó láthattuk, hogy mekkora fordulatot jelenthet egy-egy piros lap, akár még a büntetett csapat javára is. És most Szikora is véd egy Kluiber lövést. Úgyhogy megint. És jó fok mehet a plusz 2-ért. Bena. Suk megint. Nyomla kiejti. Pásztor Szucsánszkihoz. Szucsánszki
és Hornyák az a két visszatérő a Ferencváros csapatában, akikkel több lett az együttes a szeptemberi egymás elleni meccs óta. Háfra kapufája. Megfordította a meccset a Fradi, de utána nagyon megálltak a házigazdák. Tomori lövését védi Bíró. Most befagy egy kicsit ez a 12-11-es eredmény. Kluiber. Áfra. Lekerül a szélre. Lukács. Szucsánszki. Könnyen szerzi meg a labdát a Siófok. Hársfalvi teszi tovább. Nyomblá. Tizennégy-tizenkettő a vendégeknek. Talán két-három ilyen labdát vittek már el a passzsávokba beleugrálva a siófokiak. Erre úgy tűnik nagyon felkészültek, főleg a szélsők azok, akik ügyesen lépegetnek fel, de Tomorinak is volt ilyen szerzett labdája középütt. Szucsánszki. Lépéshiba miatt veszik el tőle. Hihetetlen, hogy kiengedte a fékező ernyőt a Ferencváros, 12-11-es vezetésnél ember előnybe kerülve, azóta csak siófoki gólok. Egy befutó szélső. Benát. Drabik válna le. Jó védekezés most a zöldektől. Szekeres és Pásztor, két-hármas védő. Tomori lövését, megint Bíró. Bíró Blanka, 8 védés, 36%. Schatzl, a második kapufája rövid időn belül. Nem volt ezekkel szerencséje. Fél idő utolsó perceiben azért alaposan lelassult a góltermés. Vendégek vissza is küldik újra Kobeticset. Drabik. Bena. Csuk. A második gólját lövi a szélről. És 15-12-re három góllal vezet a Siófok. Ilyen különbség még nem volt, most sem sokáig. Pásztor egy gyors középkezdés után villámgyorsan válaszol a Fradi. Nagyon finom megoldás volt, mint Kovacsics gólpassza, bejátszás, mint pedig a befejezés csuklóból a kapus fölött. Tomori. Itt áll az óra, Drabik kap két perces büntetést Lukács eltüntetéséért. Ezért nem fogják megdicsérni. Támadásban a hatos vonalon összeszedni egy két percet, valószínűleg visszakönyökölhetett, vagy hasonló. El Lukácsot, aki persze rásegített az ítéletre egy kicsikét. Most volt siófoki játékos, egy kölcsön szerepelt még a balatonpartiaknál Lukács Viktória. Kovacsics. Hatalmasat játszik. Második gólja, de számos gólpassz jött már ki a kezéből. És védekezésben is dolgozik, emlékezzünk csak arra a visszafutására.
Sena. Kovacsics. Gyönyörű szerelés Pásztor, de belesípolnak. Fantasztikusan kísérte el a beállót, és előzte meg Jezsicset. Pásztornak Dunajváros ellen Szekszárdon is voltak ilyen pazarul megszerzett labdái. Sokat ért az ő beállás a védekezésbe. Kovacsics, vele viszont továbbra sem tudnak mit kezdeni. Most éppen túl nagy helyet hagytak neki, hogy itt a felvezetőben láthatták a kedves nézők ezt a hibát. Azért rendre elkövetik az ellenfelek, és másfél-két méter bőven elég egy átlövés gólhoz Andrea Kovacsicsnek. Kovacsics most belemegy. Fél perc van még az első fél időből. Tomori védekezett ezúttal jól. És akár plusz hárommal is mehetnek a siófokiak a szünetre, akik már Janjuševićre csak mint szurkolóra tudnak számítani. Bena. Kovacsics. Szekeres. Tomorit fogja meg. És ebből lesz még egy időn túli szabaddobás. Tomori vállalja majd magára. Jó a blokk. Jó helyen a fal. Így hát 16-14-es, kettő gólos siófoki vezetéssel ér véget az első félidő. Jobbára előnyben volt a vendégegyüttes. A legnagyobb különbség 3 gól volt, de egyszer tudott fordítani a Fradi, és amikor úgy tűnt 12-11-nél, hogy Janjuševićs piros lapja miatt előnybe kerülhetne a Ferencváros, nagyobb előnybe is, akkor jött az első félidő legnagyobb fordulata, és egy igencsak rossz periódus a hazaiaknak. Hát ahogy arra számítani lehetett, minden benne van a meccsben, de minden a második félidőre marad. Két gólos siófoki előnyről. Meg is érkeztem, köszönöm szépen. Két gól, 16-14 a siófokiak előnye, viszont ugye az eleve is elég rövid csapatukból, még Janjuševićet elveszítették, így a 11 padrafogható játékosa maradt Moen mesternek a második félidőre. Elek Gábornak viszont vannak még olyan tartalékai ebben a csapatban, Klivinyi, Krisztensen, Márton vagy Hornyák személyében, akik pályára sem kerültek az első félidőben, és akár segíthetnek, vagy elől, vagy hátul. Tomori Zsuzsa elől is, hátul is nagyon sokat segít a siófoki csapaton, hiszen az egyik húzó embernek számít, mind védekezésben, mind támadásban. Ő 3 góllal rendelkezik, csak úgy, mint Niombla. 5 találata van Kovacsicsnek a gólpasszok mellett. Ráadásul mindössze 2 rossz lövéssel dolgozott. Itt Szikora, aki tehát egyedül próbálja állni a sarat, és egyelőre csak ritkán találkozott a labdával, de azért az a 20%-nyi védés, az néhány bravúrt így is tartalmazott. Az előző 2 egymás elleni találkozó, tehát 1 góllal vezetett a Siófok a szünetben, és végül egy győzelemmel itt és egy döntetlennel otthon zárt a második félidő végén. Most 2 gól ez az előny, de abszolút benne lehet a fordulat még ebben a mérkőzésben, mint ahogy a Ferencváros meg tudta már fordítani az első félidő közepén is, vagy második felében is. A nagy kérdés, hogy mi történhetett a Fradival. Kluiber adja ki az első lövést a második félidőben kapufáról. Most Szikora fejére vágódott vissza a labda, ez meg is viselte azért a vendégkapust. Szóval a nagy kérdés, hogy mi történhetett a Fradival azután, hogy átvette a vezetést és emberelőnybe került. Az első félidő utolsó 8-10 percéből 4 percet is emberelőnyben játszott a Fradi, mégis elvesztette azt a szakaszt. Itt egy 4 góllal. Kovacsics teszi tovább a labdát. Bena. 7-es. Márton van bent a Ferencváros bal szélén. És ő szabálytalankodott a volt társal szemben. Szemerei érkezik először ezen a mérkőzésen. Az előző napokban, hetekben ragyogó produkcióval tudott beszállni egy-egy meccsbe Szemerei Zsófi.
Ezt azonban nem sikerül védenie. Nyomd le megint. Ezen a meccsen fontos, hogy a siófokiak ne nagyon rontsák el a heteseket, nem is teszik meg egyelőre. Bár áprilisban úgy nyertek itt a Népligetben 30-29-re a narancsmezesek, hogy akkor 8 hetesükből 4 gólt tudtak csak lőni, mégis győzelemmel távoztak. Akkor belefért. Kovacsics. Áfra. Az is hetes. Ugyanúgy a bal szélső ugrott oda későn Osten. A szabálytalan. Jöhet Kluivert. Kluivertnek 3 gólya van, de mindent 7 méteresből lőtte, akciógólya nincs még a meccsen. Ezt a hetes pedig Szikora védi neki, marad a 17-14 a Siófok javára. Egy kis szerencse a kapufánál, és egy nagy bravúr a hetesnél. Így indítja a második félidőt Szikora Melinda. A Siófok pedig 4 gólos előnyre is szert tehet. Kobetics, ez bíróé. Nagyon szépen olvasta a lövést a kapus. Kovacsics, Kluivert a keresztre. Lepattintja, Márton. Nagyon várta a labdát Márton Gréta, és óriási lendülettel vitte be. Jó meglátás volt Kluivert passza. Kapufáról perdült le a labdája. Ritkán látni őt ekkora helyzetet elhibázni. Kovacsics. Áfra. Kovacsics is támasztotta meg. Két veterán, a mester Moen és Kovacsics, akik a szezon végén búcsúznak Siófoktól. Ugye a játékos a kézilabdázástól is. Moen mester pedig családi okok miatt hazatér Norvégiába. Szikora újabb védése. Mostani segítője, Bentál, veszi majd át a Siófok irányítását. Bena. Tomori. Szépen. Egy oldallépéssel javít a kilátásain, ahogy Háfra blokja mellett ellép, és visszalövi a jobb oldalra. 4 gólos Tomori Zsuzsa is. Kovacsics. Óriási gól a válasz. Az igen. Nagyszerű volt előtte az előkészítő munka, ott lehet látni, hogy Snyder leköt 2 védőt, semmi blokktevékenység, lendületből hatalmas gólt ragaszthatott Kovacsics Arikó a jobb fölsőbe. Ennél a 2 gólnál jobban nem nagyon hagyja magát lerázni a Fradi. Bena. Tomori fordulna le. Kovacsics. Nagyot taszítottak rajta. Kovacsics emelne át. Még egyel tovább megy, Osten kapu mellé. Siófoki szélső légiósok nem igazán remekelnek ezen a mérkőzésen, sem Osten,
sem Bőme nem az igazi. Utóbbi már jó ideje nincs is a pályán. Közben Tomori Snelderrel akasztja össze a bajuszt, vetközépütt. Közben is sípolnak a játékvezetők, hogy őket nyugalomra ítsék. Kis keménykedésért egyik sem megy a szomszédba. Elképesztő, feszült a ragadó. Luiber. Nyombla próbál most elől labdát halászni. És elveszíti a Ferencváros. Nyombla már elől. Gól. 19-16 a Siófokjavára. Fogd meg, mondja Meleg Gábor. Itt az elejtett labda, és Háfra nem merte megfogni, nehogy lefújják. Hát így viszont kaptak egy lerohanás gólt. Ha lefújták volna, visszaérhetett volna a csapat. Háfra szép megoldással, egy jó lövéssel javít. Itt remek előkészítő munka, Snelder tartotta ott a hóna alatt a védőket. Tomori megmentette még. Bíró! Óriási spárgával. Talán Tomori az, akit a leginkább érez ezen a meccsen ma Bíró Blanka. Neki számos lövést védett már. Bobetisnek van a térdén egy vérző sérülés. Azt le kell kezelni. Ez óriási bravúr. Drabik védekezik hármas most Tomori mellett a siófoki falban. Kovacsics, Kluiber, Lukács oldalháló. Az, amire Orodvar Moen felhívta a figyelmet, hogy átrohanrahat rajtuk a Fradi, az egyáltalán nem valósul meg. Talán klasszikus leindítás gólt még nem is szerzett a Ferencváros. Ilyen második szándékú rendezett védelem ellen itt talán igen egy párat, de az sem sokat. És a ferencvárosi szélsők sem remekelnek. Kovacsics. Háfra Tomori mellett. Gó! 19-18-ra hozza fel a csapatát. Háfra Noémi hatodik gólja. Bár nem játszik hibátlanul ő sem, de nagyon fontos pillanatokban tud hozzátenni. Minden igaz, ez a 6 gól, 6 akciógól, egész jó százalékkal, 9-ből 6-tal jött össze neki. Kobetics, Pena, Petes. Ezt találták ki a második félidőre a siófokiak. Számítottak arra, hogy a Kobeticsre való védekezést megszervezi Elek Gábor. Ebből játszanak tovább. Itt két védő repül Kobeticssel, így Penának nagyobb helye van. Nyombla. Büntetőből nem hibáz. Tíz perc telik el a második félidőből, ugyanúgy két gól közte, mint a szünetben. Kicsit alább hagyott a góltermelés, ezt a 10 percet 4-4-jel hozták le a csapatok. Márton! Második villanása, egy visszahúzottal kezdett, most a hosszút lőtte meg az egyenes. Tomori. Kovacsics tovább.
lehúzzák Suknak, az is bent van. Abszolút X-faktor ezen a meccsen Suknelli. Olyan játékos, akinek a remeklésére talán nem lehetett annyira számítani, de gond nélkül beszállt, lőtt 3-ból 3 zicsert, labdát szerzett. Átvette Bühme helyét, és feladatkörét is. Kluiber. Kovacsics. Márton ezt nem merte bevinni. Áfra egy az egyben. Ó! Óriási villanás! Kopetics mellett! A hóna alatt gyönyörűen lövi el. Be a horvát mögé Áfra Noémi. Második fél időben ez a harmadik gólja volt. Kobetics nem tud válaszolni. Őt lefékezték a ferencvárosiak. Komori próbált meg egy belemenést eladni. Figyelmeztetik is, hogy ne dobálja magát. Törölni viszont kell. Hát igen. Hosszú idő után most van először labdája az egyenlítéshez a zöld-fehéreknek. Pontatlan. Kovacsics is kiejti. Hát, sok sebből vérzik ez a ferencvárosi támadás. Nem csoda, hogy eljutottak passzívig. Kluiber. Megtámasztották. Áfra. Niombla kilép rá, az is szabad dobás. Ennyit elfogyott egy-két átadás, talán már csak kettő maradt. Áfra, vagy annyi se. Snelder kapja, Szikora! Őrületes védés! Belefért még ez a passz. De vajon belefér-e, hogy Snelder ilyen zicsert hagyjon ki akkor, amikor a döntetlenért lőhet? A holland világbajnok csapat kapitánya. Nagy hibája. De javítanak hátul a ferencvárosiak. Lukács teszi tovább. Márton helyzetben egyenlít a Fradi. 21-21. Új meccs kezdődik. Hátra lévő 16 percre. Kovacsics dolgozik meg a labdaszerzésért, és a két szélső lefutja az ellenfelet. Az első ennyire könnyű gólja talán az egész meccsen a Ferencvárosnak. Kobetics érezte, hogy megakadt a csapat, most neki kell valamit vállalnia. Meg is tette. Elképesztő nagy klasszis. A Podravka otthonában játszott 33-33-as döntetlent az EHF kupában. A Siófok 13 volt lőtt Kobetics. Amikor a Kopenhágát idegenben egyel verték meg, 9-et lőtt, mindig a nagy meccseken a legnagyobb, a legjobb. Áfra. Védte a lövés Szikora. De szabad dobással marad a Fradinál. Mártont befuttatják. Áfra. Itt most nem kapott szabad dobást. Most egy kicsit már, mintha túlerőltette volna. Vele Gábor jelezte, hogy cserélni fognak.
védekezésben a Szekeres-Nelder páros most középütt. Kobetic. Tomori. Pena. Nagy leosztás lett volna. A befutó szélső Csuknelli tüntették el. Snelder húzta le a karját. Hova sokat erőlteti, próbálja ezt a befutást, ezt a szinte kétbeállós játékot. A Siófok Jezsics zicserét védi, bíró. Ugyanaz, mint a túloldalon. Nagy nehezen Kobetic bebirkózza, de Jezsics nem tudja góra váltani. Cikora is fogott egy beálló zicser, bíró Blanka is csatlakozik. Megérdemli a frissítést. Klivinyi kerül a pályára a Fradinál. És Pásztor Noémi támadásban is bent van. Kovacsics. Klivinyi pénteken még lázas betegséggel küzdött. Nagy labda Mártonnak, kapufára lövi. A negyedik zicserét már nem tudja góra váltani Márton Gréta. Kulcshelyzetekben azért nagy hibákat követnek el a zöldfehérek. Snelder is, Márton is mínusz egynél hibázott zicsert. Hát ez az, amiről Elek Gábor beszélt, hogy téthelyzetben képesek a legjobbjukat hozni a ferencvárosi fiatal lányok. Jezsics a második zicserét védi bíró. Micsoda labda volt Nyon Blától, de itt sincs gól. Mind a két csapat állhatna sokkal jobban. Az elmúlt percekben zicserek sora maradt ki. Szabad dobás lesz. És időkérés a hazai oldalon. Nincs meg a Zsuzsi védekezésben. Kezdjük el a kereszteket szélesen, jó? Tehát vagy a 36-at, vagy a horvátok, mert az működött, és abból a kontrajátékot. Oké? Figyelj ide, az zicsereket be kell lőni, anélkül nem tudunk meglenni. Ne helyezgess túl az egészet. Oké? Védekezés, próbáljuk meg még, bírjuk! Gyere! Jó, akkor meg kussunk! Ne lassulj mellé! Ne lassulj mellé! Jó, gyerünk! Úgy említették a ferencvárosiak, hogy a 3 BL ellenfél, a középdöntős BL ellenfelek elleni jó játék a mérce. Ugye azokból a meccsekből a Bukarest elleni bravúrral meg is nyerték 10 gólos különbséggel Háfra Noémiék. A másik kettő, ugye a Rostov és a dán csapat elleni idegenbeli elment, de akkor is jól játszott a Fradi, és sokáig valós esélye volt. Most téthelyzetben kell, hogy ez a jó játék, és ezt a mércét tudják ugrani a ferencvárosi hölgyek. Kovacsics megy be, kapufára egy, hetest harcol ki. Jezsics a szabálytalan. Harmadik egyenlítési lehetőség, ez most Kovacsics hetese. Fölé! Hát ez hihetetlen. Abszolút kulcs lehetőség mínusz egynél, és egyikből sem lesz gól. Belefér ez egy ilyen rutinos harcedzett Siófok ellen. Pena tovább. Osten. Ez csak szabad dobás. Nyombla. Béne jött vissza.
Benna kitámasztás után Lukács szedi össze a kipattanót. Azért a második fél időben a Siófok is szenved a góllövéssel. Összesen 6 gólt lőttek 19 perc alatt a vendégek. Valamelyest ők is killódnak, és a Ferencváros védekezése, valamint kapus teljesítménye is javult. Pásztor. Livinyi. Nagy csel. Szikora! Elképesztő! Nyolcadik védése, de nyilván 28% nem túl kiemelkedő, ez valószínűleg 8 bravúrt jelent. Nem sok könnyű labdát fogott. Olyan nem volt. Kobetic, Tomori. Középen gyűrnek mindent a vendége. Kobetic, ő ezzel együtt begyűri. 23-21. Klivinyi lehúzza még. Márton. Szikora! Ő meg a rollót húzza le. De már mióta. Kovetésnek ez volt a 7. gólja a mérkőzésen. Ferencvárosnak pedig csak az elmúlt 5-6 percben az 5. kihagyott szintszere. Tomori. Benna teszi le. Hoster. Kihagyott zicserek az egyik oldalon. És bár Siófoknál is volt egy jó pár perces gólcsend, azért ők megtalálták a megoldást. Szépen járt körbe a labda kézről kézre. Aztán húzta vissza a rövidbe. Márton Bréta kihagyott zicserei után újra Sacl a bal szélen. De hát nem csak Márton Bréta hagyott ki zicsereket, Snellernek is volt, Kovacsicsnak is volt, Klivinyinek is volt. 21-22-nél olyan sokat hibázott a Fradi, hogy bőven megfordíthatta volna, és elmehetett volna 2-3 góllal. Kovacsics, ezt most belövi, pedig valószínűleg ez volt az említett lövések közül a legnehezebb. Benna. Tomori. Hogy itt két beálló próbálta lekötni a védőket, csinálni a helyet, Osztán futott be, de most visszamegy a helyére. Jezsics. Benna. Nem tudta már eljuttatni Jezsicshez. Csak szabad dobás. Benna. Ezt sem tudja eljuttatni, de ez 2 perc lesz. Pásztor kimegy. Rosszkor kerül ember hátrányba a Ferencváros. 8 perccel a találkozó vége előtt, mínusz 2-nél. Tomori. Nagy labda, Osten. Türelmesen játszanak. Kobetic háta mögött. Már talán túlzott türelem, fel is teszik a kezüket a játékvezetők. Kobetic! Nem lehet mit kezdeni vele. Ideig, óráig találtak rá megfejtést a ferencvárosiak védekezésben. De itt az utolsó percekben meg itt ő az, aki mindig megtalálja a megoldást. Lujber jön mínusz 3-nál, és üres kapuval a Fradi. Kovacsics.
Kovacsic tenné be. Snyder húzzák vissza. Tomori. Snydernek is kint az evezője. Nagyon pontosan tudja Holland azt is, hogy hogy kell egy ilyet előadni. Ez egy rutinból kiharcolt kiállítás volt. Kovacsic. Snyder. Kettejük esetében az elmúlt időszakban repesgették is, hogy esetleg a Siófoknál folytathatják, de a Kovacsicsnál ez már a bejelentés miatt biztos, hogy nem fog megtörténni. Ferencvárosi vezetők nehezményezték is az ilyen jellegű pletykák szányra kapását pont ezelőtt, a rangadó előtt, de hát a pszichikai hadviselés is szerepet játszik egy ilyen nagy hőfokú párharcban. Nyombla. Kobetic elküldi arrébb Liezsicset. Na, megint vastagon passzív nála a Siófok. Ferencváros ki is egészült. Nyombla. Szekeres ér oda. Lőni kellene. De már közben időkérés. Három passz mutat a játékvezető. Ezek szerint ennyi van hátra. Egy három passzos támadást beszélhetnek meg a siófokiak. Three passes. És fél perc van hátra a mérkőzésből, 25-23-as siófoki vezetés. Egy passz, egy kereszt és egy lövés. Ez a terv, alig ha nem Kobetic lesz majd, aki a lövést elereszti. Mind a két edző jól sáfárkodott az időkérésekkel, egyet-egyet az utolsó 5 percre hagytak maguknak. Kobetic nem tud lövést elereszteni. Ráadásul most ez a szabad dobás 11 méterről jár. Pena, neki kell lőni, ez könnyű bírónak. Kluiber már elő. Áfra. Kluiber, ott a hely, de nincs ott a gól. Hetes lesz azonban. Most Osten kimegy a Kluibernek osztott pofon miatt. 13 másodpercre kettős ember hátrányba kerül a Siófok. Ráadásul, hogy a hetest sikerül belőni, nem volt ez olyan nagy pofon. Akkor egyetlen egy gól a különbség. De hát az előző kettő kimaradt, és ez is kimarad. Schotzl 7 méteresét is védi Szikora. Valami ember feletti, amit művel a kapuban. Az előző, mint egy negyed órában nem nagyon lehet neki gólt lőni. Se szélső zicser, se átlövés, se betörés, se beálló, se hetes. Mindenféle lövést védett az utóbbi időben Szikora Melinda. Tomori. Jezsics mozdul el. Micsoda játék volt a nyílt, agresszív védekezéssel szemben. És ahelyett, hogy egy gólra jött volna fel a Fradi, megint három. Ráadásul Nyombla kezében a labda. Elek Gábornak kell kikérni az utolsó idejét. 4 perc és -3.
Hippo jobb. Hippo jobb. Hippo jobb. Okosan, jó. Itt lép le Ježić, Kluivert kalandozik a senki földjén, óriási védekezési hiba volt, vagy kommunikáció, nem tudom. Snelder engedte Ježićet, Kluivert nem figyelt. Ilyen szinte nagyon könnyű gól volt. Hát hány ilyen lehetősége volt a Fradinak, hogy mondjuk egyenlítsen mínusz egyről, vagy feljöjjön mínusz egyre. Csak a második fél időben kihagyott totális gólhelyzetek száma az fél tucat fölött. Kluivert. Le a szélre, Lukács. Szikora! És póker arccal, egy kacsintással nyugtázza ezt a bravúriát megint. Három védésnél járt az első fél időben, de ez azt hiszem legalább tizet még hozzátett. Nagyjából. Tizenegynél tart most a statisztikánk szerint. Akkor nyolcat tett hozzá. Tomori kapott egyet. Játék vezetők szerint nem akkorát, hogy ott nyalogassa a földön a sebeit. Az a szájába belenyúltak. Három perc, és kiegészült a Siófok. Niomla. Rutinosan játszanak az idővel is a siófokiak, már hosszú percek óta lassítják a játékot, rendre passzívig marad az övék. Lukács nem érezte, hogy valaki beleért volna a zöldmezesek közül, úgyhogy előre sprintelt már. Igyekezhetett vissza a helyére. Kobetic fölé. Kovacsics, ő is, jócskán fölé. De hát nekik muszáj, hiszen sürgeti az idő már a Ferencváros együttesét. Meleg Gábor feszült arccal. Második fél időben a Fradi csak 9 gólra volt képes. Még az a Siófok is csak 10-et lőtt. És ez marad is, Tomori sem találja el a kaput. Lukács elől. Az is kapufa. Mindenki marad. Már nagyon tartanak Szikorától. Túlhelyezik a legegyszerűbb helyzeteket is. Szépen játsza magát tisztára. Ki is tartja Lukács. De gólt nem tud lőni. Ő sem tud gólt lőni. Kobetic. Az utolsó perc kezdődik. Itt már nincs gólkényszer a Siófokon. El is rontják a támadásokat egy eladott labdával. Lukácsnak hosszú az indítás. Pánik üzemmódban itt az utolsó percekben a Ferencváros, és ebből sok jó nem sülhet ki. A második félidei kihagyott zicserek, kihagyott hetesek sora, Szikora parádéja teljesen összerombolta a Fradi önbizalmát, hitét és higgadtságát, hidegvérét. Az utolsó percekben hibát hibára halmoznak a zöldek. Kobetic. Hársfalvi nem viszi be, megint passzívnál a Siófok. El is veszik tőlük a labdát passzív miatt, de ennek már nincs jelentősége.
a siófoki döntetlen után ezt a mérkőzést itt a Népligeti Eleggyura arénában. A Ferencváros elleni rangadót a Siófok nyeri meg. Kluiber gólja után 26-24-re szinte végig vezetve születik siófoki győzelem. Egy két gólos siker ezen a mérkőzésen. Azt gondolom, hogyha Elek Gábor szavaival akarunk élni, akkor a rutin egy kicsit legyőzte a fiatalos lendületet, a hívet hazai pályán, és hát a második félidőben a nagyobb bravúrokat bemutató, a több bravúrt bemutató kapus csapata, és a talán valamivel kevesebb hibát elkövető csapat nyert. Elég komoly küzdelem után nem a legmagasabb színvonalú mérkőzésen. 26-24-es vendéggyőzelem, tehát a vége 16-14-es félidei vezetés után. A siófokiak pontszámban utolérik a Ferencváros csapatát, de nemhogy egymás elleni eredményben jobbak, még egy meccsek kevesebbük is, illetve többjük is van hátra a bajnokságban, és a Fradinak még Győrbe is mennie kell. Ez tehát a rangadó vége, siófoki öröm megint itt a Népligetben, úgy, mint áprilisban. Én ezzel köszönöm a figyelmüket, Viktorék következnek a stúdióban. Valóban esett a színvonal a második félidőben, de hát ez nyilvánvalóan nem különösebben zavarja a siófoki játékosokat, mert hogy ők ünnepelhetnek. Nagyon fontos rangadóról volt szó, beszéltünk erről, akár a második helyről is dönthet, és a lehetséges BL indulásról. A siófok megoldotta a saját maga részét, hát nyilvánvalóan kellettek szikora védései, de az is törvényszerű, hogy tényleg ennyire tud bizonytalanítani mindenkit a Ferencváros oldalán, és most itt nem csak Háfráról vagy Kluiberről beszélünk, hanem a szélsőkről, akik azért jóval rutinosabbak. Igen, rutin ide, rutin oda, hogyha érzed, hogy jó teljesítmény nyújt az ellenfél kapusa, mint ahogy láthattuk is, akkor még pontosabban próbálsz célozni, jönnek a kapufák, a fölék, teljesen elbizonytalanította a Ferencváros játékosait Szikora, nagyon okosan védett, voltak szélső lövésé, felkínálta a rövidet, és nagyon szépen visszalépett, gyakorlatilag kisakkozta az ellenfél játékosait. Hát elég jól ismeri nyilván a ferencvárosi játékosok javarészét Szikora Melinda, úgyhogy ezzel a lehetőséggel is tudott élni. És hát beszéltünk itt a szélsőkről, de hát Kovács Anikónak is voltak elrontott helyzetei, tehát még őt is zavarba lehetett hozni, amikor ilyen fantasztikus formában véd valaki. A tét is nagy, a kapus is jól véd, ilyenkor azért néha megremegnek a kezek, valóban előfordul ez, még a legjobb játékosoknál, vagy a legrutinosabb játékosoknál is. Viszont a másik oldalon kevésbé remegtek meg a kezek, és talán ez döntő, tehát amit Elek Gábor utalt az elején, hogy az életkor az ő javukra dönthet, tehát ő azt gondolta, hogy majd gyorsabbak lesznek, és lefutják őket, és a fiatalos pimasságukkal esetleg a siófok fölé kerekednek, hát ez a tervez nem jött be. Akkor most következzen a mérkőzés hőse, okay. Szikora Melinda. Igen. Magyarország egyik legjobb formában lévő kapusa fog nyilatkozni, Szikora Melinda. Gratulálunk a győzelemhez és a teljesítményedhez. Ilyenkor dupla bizonyítási vágy benned a volt csapatod ellen? Természetesen, de az ember nem felejti el, hogy holnan jött. Borzasztó, nagyon jó volt a szurkolótábor mind a két részről. Nagyon jó hangulatban telt ez a mérkőzés. Azt gondolom, szinte majdnem tökéletes meccset játszottunk, de ez is kellett, mivel azért itt a Fradi pályán azért sokan megszenvednek. Óriási lépést tett a csapat a második hely felé, illetve a Bajnokok Ligája indulás irányába. Most már szerintem el kell ezzel kezdeni foglalkozni, nem? Igen, de a bajnokság még hosszú, azt gondolom, igen, ez a mérkőzés azért kulcsfontosságú volt. Azzal a győri meccsel úgymond visszahoztuk az elhulajtott pontjainkat Érdről, úgyhogy megyünk tovább, ez a két pont nem ér semmit, hogyha a következő mérkőzéseinket nem tudjuk megnyerni.